Safranek Zita vagyok, grafikus. A grafikával, már magával a rajzolással, mert nagyon régóta foglalkozom, tehát kisképzőben kezdtem, aztán Sopronban tanultam építőművészetet, a nagyképzőn végeztem díszletjelmeztervezést, csak aztán az élet úgy hozta, hogy kiköltöztünk Norvégiába, és akkor ott szabadúszó grafikus lettem, és egy pár hónapja hazaköltöztünk, és azt folytatom most is. Az Arcon negyedjére veszek részt, de most először érek el helyezést. Tulajdonképpen egy mércének használom az Arcot, hogy vajon minden évben van-e még olyan mondani valóm, ami aktuálisan érdekes lehet egy nagyobb közönség vagy egy szélesebb réteg számára. A munkát ilyenkor mindig hát egy ilyen belső monológgal kezdem, vagy egy ilyen belső vitatkozással, hogy nekem mit jelent maga a téma, de aztán annyira általánosnak tartom ezt a témát, hiszen családja mindenkinek van valamilyen szinten, ezért mindenkit érint. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon másoknak mit jelenthet ez, vagy mások mit hoznak ebből a témából, és mi lehet az, amit esetleg kevesen tesznek föl, mint kérdést, vagy mint egy olyan téma, amiről nem szívesen beszélnek, de ott van. És arra jutottam, hogy az egyik ilyen dolog, az a generációk közötti tudásátadás, illetve az a fajta segítségkérés, hogy mennyire merek a külvilágtól segítséget kérni, vagy mennyire hagyatkozom csak a családomnak a bevált módszereire. Tehát, hogy arra jutottam, hogy a szüleink generációja, meg a nagyszüleink generációja, az egy sokkal zártabb rendszer. A mi generációnk, hivatalosan a milleniálhoz tartozom. Mi szerintem sokkal nyitottabbak vagyunk arra, hogy kívülről kérjünk segítséget, hogyha valamivel gondunk akad, kérdésünk akad. Bár még a mai napig azt gondolom, hogy ez egy van olyan réteg, ahol ez még mindig tabu. Tehát, hogy ciki segítséget kérni, gáz segítséget kérni, mert ez gyengeség vagy rossz. Ez tartottam egy érdekes kérdésnek, hogy vajon nálatok ez van? Tehát, hogy ez igazából ez a grafika, ez egy kérdésfeltevés akart lenni, hogy nálatok ez van-e, észreveszed-e, ha ez van, ez tudatos-e? Mert nekem nem tisztem megítélni, hogyha valakinél púpos a szőnyeg, valószínűleg nálam is az. Csak azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy ez legyen tudatos. Igyekszem visszaasszimilálódni Magyarországra, folytatom a szabadúszó grafikusi munkát. Nagyon remélem, hogy most már illusztrációs munkákat is fogok kapni. És hát várom nagyon minden évben tényleg nagyon várom az arcpályázatnak a kiírását.